Igen, kedves hallgatóink, itt vagyunk ismét, és ez már a Fejlesztés terhe mellett című sorozat hatodik része. Szokás szerint Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével beszélgetek majd egy olyan témáról, ami az előző adásunkból nő majd ki, nem is akárhogyan, úgyhogy érdekes, fontos témák, és Cegléd is szóba fog kerülni. Szervusz, Dávid, köszöntelek. Szervusz. Köszönöm szépen, hogy ismét itt lehetek, és hát köszöntöm a rádióhallgatókat is. Remélem, hogy a mai témát is érdekesnek találják majd. Igen, a múlt adásban, ugye bár itt volt velünk Vasvári Csaba, a Városfejlesztési Kft. Ügyvezetője, és elsősorban ceglédi fejlesztésekről esett szó, Török Ignác utca, Örkényi út, Szűcstelepi autista központ építése, stb. Egy igen nagy beruházásról nem beszéltünk ugyan, de most megemlítjük, de nem csupán a beruházásról, hanem ennek a körülményeiről tudunk majd értékes dolgokat elmondani, pontosabban ez a te feladatod lesz, én pedig majd kérdezek, hogyha valamit nem értek. Ez a bizonyos nagy beruházás, ami hát mondhatjuk, hogy az elmúlt évek legnagyobb beruházása, legnagyobb volumenű beruházása itt Cegléden, ez a szennyvíz tisztító telep, hát itt jó sok milliárd forintról szó van, 8-10 milliárd környékén szokták ezt emlegetni. Beszéltünk már erről érintőlegesen polgármester úrral is, az országgyűlési képviselő úrral is, de nézzük csak, hogy egy ilyen nagy beruházásnak milyen feltételei lehetnek, tulajdonképpen erről lesz szó a mai adásban, ugye? Az én mai történetem a bizalomról szól. Egy kicsit arról szeretnék beszélni most, hogy mi is kell ahhoz, hogy mik azok a kezdő lépések, amik egyáltalán lehetővé tegyék, hogy a politikusok meg tudjanak indulni a lobby tevékenységgel. Milyen kis dolgokon múlik adott esetben, hogy egy beruházás egyáltalán létrejöhet-e, a lehetősége, vagy pedig örökre eltűnik a lehetőség a süllyesztőben. Erről szeretnék egy kicsit beszélni. Ugyanis amikor még nem volt szó arról, hogy ez a szennyvíztelep majd felújítás alá fog kerülni, és hatalmas nagy előrelépés jelent majd a városnak, mi akkor dolgoztunk többek között a kollégákkal például az ipari parkon és egyéb ügyekben, amik azért kapcsolódnak magához a szennyvíztelepnek a kapacitásaihoz. És 2017 tavaszán történt, hogy egy másik ügyben egy külsős céggel, egy ilyen tervező céggel, szakcéggel egyeztettünk bizonyos projekt kapcsán, nem a szennyvíztelep kapcsán. Csak zárójában, ugye akkor még a Városfejlesztési Kft. Ügyvezetője voltál, ugye? Igen, ezt igen. Ezt említettük az előző adásban is, de igen. Hogy tiszta legyen a sor. Így van, ez egy fontos része a történetnek, hogy akkor én vezettem a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t, és valamilyen ügyben egyeztettünk ezzel a külső céggel, projekttel kapcsolatban dolgoztak be valamilyen kisebb részmunkán, ha jól emlékszem. Majd pedig néhány nap múlva az a kollégám, aki ezzel a céggel kapcsolatot tartott, megemlítette nekem, hogy ő azt hallotta, hogy az egyik programban, ez a KEHOP program, ez a Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program volt, valószínűleg szabadul fel egy forrás, mert most nem akarom megmondani, melyik budapesti nagy projekt, de nem fog elkészülni időre az előkészítési dokumentáció, és valószínűleg azon az oldalon forrásvesztés lesz, majd egy keret. És elkezdtünk gondolkozni, és ez a kollégám, aki egyébként Angyal Ádám volt, egy kiváló vízépítőmérnök, ugyanabban az évben távoztunk a Városfejlesztési Kft.-től mindketten a magánszférába, Ádám azt mondta nekem, hogy ahogy így beszélgetett a külsős kollégákkal, azt mondták, hogy egyrészt felszabadul majd keret, másrészt pedig lehetne valami módot találni arra, hogy Cegléd bekerülhessen valamilyen beruházással ebbe. És meg is mondták, hogy melyik jogszabályt kellene módosítani hozzá. Ez egy kicsit olyan volt, mint a kalandjátékok, tudod, amikor ahhoz, hogy valamit elérj, ahhoz még egy-két-három feltételt valahol teljesíteni kell, vagy mint a régi magyar népmesékben, hogy akkor most ilyet hoz, most azt a sárkány győz le. Na, körülbelül ilyen a projekt előkészítés is. És az egésznek a kulcsa az volt, hogy el kellett érnünk egy jogszabálymódosítást, hogy a ceglédi szennyvíztelepet átsorolják egy másik kategóriába. Magát a várost, illetve hozzá kapcsolódó szennyvíztelepet, egy másik kategóriára, ami már támogatásra érdemes volt. Ekkor még együtt voltunk a fővárossal egy régióban, vagy akkor már ketté vált? Ekkor együtt voltunk. Még együtt voltunk. Együtt voltunk, és... Ez nehezítette a dolgokat, nem? Nem teljesen, mert hogy a KEHOP program,
ami most folytatódik EHO Plusz néven, annak a finanszírozása más alapból történik, az ja, a kohéziós igen. alapból történt, mint mondjuk azok a pályázatok, amikkel a ceglédi vállalkozók találkoznak. Igen, igen, igen. Ott az más. Így tiszta, igen. A EHO program az finanszírozott Budapesten is, de természetesen nyilván ez olyan szempontból jelent nehézséget, hogy oké, okay, most ez itt az egész országból lehetnek benne projektek, de valóban osztozni kell igen. egy nagyobb versenyben. Ha úgy tetszik, bár ez azért nem olyan volt, hogy bárki indulhat, hanem konkrétan valójában a jogszabálynak kellett nevesítenie, hogy ki indulhat. És ennek a módja egy előkészítő tanulmány volt, uh-huh. ami megalapozza a jogszabályi átsorolást. És az én történetem azért szól a bizalomról, mert vezetőként mondhattam volna azt, hogy hát ez nagyon kis eséllyel mehet, meg mondhattam volna, hogy én, mint főnök, úgyis okosabb vagyok mindenkinél. Ugye a rossz vezetőknek ez az ismérve, hogy saját magukat tartják a legokosabbnak. Még rosszabb esetben egyébként ténylegesen saját maguk a legokosabbak a szervezetnél. Na, ez probléma, mert ilyenkor a vezetőnek az ízbeli kapacitásai egyben a szervezet kapacitásainak a korlátját is jelentik. Jogos, igen. A jó vezető az nála okosabb, jobb szakemberekkel veszi körül magát, ugye egy-egy részterületen. A vezetőnek nem az a dolga, hogy minden szakterületen ő legyen a legokosabb, meg a legtapasztaltabb, hanem hogy jól össze tudja szervezni, összeszedni ezt az egész csapatot, és adott esetben döntéseket tudjon hozni a tapasztalata alapján. Igen, hát a buszvezetőnek sem kell feltétlenül a karburátorhoz értenie, neki a buszt kell vezetnie. Ja, tehát neki ez a feladata. Képletesen szólva, igen, ez lehet egy ilyen analógia. És itt például nekem megvolt az a szerencsém, hogy Ádám annak idején jelentkezett hozzánk, és fel is vettük dolgozni, és ő ezt a lehetőséget megtalálta, elmondta, hogy hogy lehetne csinálni, én pedig komolyan vettem, és azt mondtam neki, hogy jó, megpróbáljuk, ehhez elkülönítünk forrást. Elkülönítettünk forrást az előkészítő tanulmányra, itt ebben bírtuk az akkori polgármesterünk Takács László támogatását is, tehát ez egy olyan csapatmunka volt az önkormányzattal, ami már itt ebben a nulladik fázisban elkezdődött, mert az önkormányzat azt mondja, hogy ne foglalkozzunk vele, ez fölösleges, akkor nem történt akkor volna nem semmi. Persze, de ezt a kezdeti forrást és bizalmat meg tudtuk adni. Ádámra rábíztam a projektet, hogy kezelje a részünkről, menedzselje. Elkészült a tanulmány ennek a külsős cégnek a hathatós segítségével. Majd pedig megkezdődhetett az a munka, ami már a magasabb politikát is magában foglalta, mert ezzel az anyaggal már a megfelelő helyeken Földi László országgyűlési képviselőnk el tudott kezdeni kilincselni, és azt mondani, hogy minden feltétel adott. Hát megvolt az a szakmai háttér, amire igen. az országgyűlési képviselő azt mondhatta, hogy jó, ez neki olyan, hogy odaállhat mellé, hiszen megalapozott anyagról van szó, és egyébként a városnak is jó lenne, és hosszas lobbizás után sikerrel járt a város, illetve az országgyűlési képviselő. Emlékezzünk, 2017 tavaszán kezdtük el a dolgot. Igen. 2018 novemberében távoztam a cégtől, a Városfejlesztési Kft-től, és 2018. december 6-án Mikulásra jött meg a hír, hogy ennek az operatív programnak az éves fejlesztési keretébe, ahol nevesítik a beruházásokat, Cegléd bekerült, akkor még 3 milliárdnál valamivel kevesebb igen. összeggel, de ne feledjük, ez 2018-ban volt, utána bizony. Az építőipari árak nyilván elszálltak. Megugrottak nagyon, igen. De ez volt az a megkoronázása az én ceglédi korszakomnak is személy szerint, amire egyébként a legbüszkébb vagyok, illetve a három dolognak az egyik, amire a legbüszkébb vagyok, ez volt az egyik, hiszen valójában akkor minden figyelembe véve a legnagyobb forrás az ez a projekt volt az előző ciklusban, amit a város megnyert, úgy, hogy egyébként az embereknek a többsége nem is tudott róla, és utána még évekig nem is tudott róla, és most is viszonylag kevés szó esik erről. A múlt héten már nagyon jó kis rendezvényt tartott ebben az ügyben a szakképzési centrum, igen. a Bácsvízzel közösen, úgyhogy most már azért látszik az eredménye is, illetve látjuk, hogy most már politikusi bejárások is történnek, de
Ez korábban egyáltalán nem volt ismert, pedig ez hosszú távon a város fejlődésének az egyik alap infrastruktúrális feltétele. Nagyon egyrészt fontos, a lakóövezeti szennyvíz elvezetésnek és feldolgozásnak, kezelésnek az egyik fontos feltétele, hogy a technológia biztonságos, redundáns, és egyébként a fenntarthatóság felé is elmozduljon, hiszen ne felejtjük, hogy ebben egy biogáz hasznosító is szerepet kap. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a beérkező szennyvízből felszabaduló gázokat használja fel a szennyvíztelep energiatermelése. Ez is nagyon előremutató dolog, plusz még az összes technológiai felújítás, ami zajlik. Azon kívül ne felejtjük el, hogy akkor mi már az ipari park 1-2, illetve attól függ, hogy ki melyik ütemet hogy számolja, de az ipari park különböző ütemein mi már dolgoztunk. Ment az előkészítő munka, és láttuk, hogy nem most ebben a ciklusban, amit most élünk, most 2024-ig, de később, ahogy fokozatosan betelepülnek majd ezek a területek, jönnek a beruházók, úgy fog megtelni a szennyvíztisztító telep kapacitása. Tehát azzal, hogy 2017-18-ban előre gondolkodtunk, sikerült megelőzni a városnak egy olyan problémát, ami 2025 után becslésem szerint jelentkezett volna, igen, hogy jönnének a beruházók, de ahhoz hirtelen komoly szennyvíz infrastruktúra fejlesztése lesz szükség. Igen. Ez meddig lesz jó tulajdonképpen? Én emlékszem arra, hogy olyan jó 20, lehet, hogy több mint 20 évvel ezelőtt ott egy komoly beruházás történt. Ennyi időnként, tehát hogy 2 évtizedenként, vagy 2,5 évtizedenként azért nem árt megújítani, és korszerűbbé tenni ezeket a berendezéseket? Ebben én inkább elsősorban az üzemeltetőt tartom kompetensebbnek, hogy elmondja, hogy a szennyvíz technológiát mennyi időnként érdemes lecserélni. Én inkább agglomerációs szempontból tudnám ezt a kérdést megválaszolni. Jelenleg ez a kapacitás erre a lakosságra, sőt, még ha növekszik, várhatóan elég lesz, illetve az új ipari betelepülőket is tekintve elég lesz. A nagy kérdés az, hogy a budapesti metropolis térség fejlődése az milyen irányba megy majd. Hiszen Cegléd most már gyakorlatilag a funkcionális várostérség része, bár az ingatlan piaci adatokban, illetve a KSH statisztikánkban még nem jelenik meg, de én úgy sejtem, hogy sokan költöztek ki. Igen. Budapestről Ceglédre. Legalábbis ez a mindennapi valóság, amit mondjuk tapasztalunk Cegléden. A népszámlálás adatai azok 2023, tehát idei évnek a második felében valószínűleg már elérhetők lesznek, legalábbis az első része. Abból pontosabb képet kapunk majd arról, hogy milyen volt itt a vándorlás, illetve hogy áll a lakosság szemmel. Ha valaki most megnézi és beüti, és a Google, Wikipedia találatokban megnézi Cegléd lakosságát, az egy tovább vezetett adat. A KSH trendekből becsül. Igen. Éppen ezért, hogyha trendforduló van, mint amire megvolt az esély az ingatlanpiaci árrobbanás miatt az elmúlt években, az csak késve tudja jelezni. Igen. Minden esetre egyik tanulsága ennek a dolognak, amiről most beszéltünk, ez a szennyvízberuházás, hogy az előkészítés mennyire fontos. Ezt már ugye múltkori adásban is pedzegettük, hogy nem lehet várni, mint a sült galambot, ugye? Az előkészítés. Az előkészítés az nagyon-nagyon fontos. És a csapat. És a csapat. Igazából és a bizalom. A csapat és a bizalom, ez a tanulsága ennek a történetnek, és egy kicsit arra szerettem volna rávezetni a hallgatókat, megmutatni nekik, hogy mi történik egy nulladék lépésben, hogy születik meg egy ilyen beruházásnak egyáltalán az ötlete, mert ez talán nem mindig látszik, csak akkor, amikor már valami látványos. Igen. Na, hát ez egy érdekes téma volt megint, és talán egy picit jobban ismerjük most már a városunkat. Egy kicsit beleshettünk a kulisszák mögé is a segítségeddel, ezt köszönjük szépen, és akkor innen folytatjuk, hogy a következő adásunkban mi lesz, azt még nem tudom pontosan én, se lehet, hogy te sem, de rengeteg téma van nyilván a fejedben, és akkor ezek közül rábökünk majd az egyikre, jó? És azt kitárgyaljuk majd. Rendben van, nagyon várom én is, hogy majd valami aktuálisat találjunk, de mindig szoktunk. Akár. Azért nem félek én attól, hogy téma nélkül maradunk. Ez volt tehát a fejlesztés terhe mellett 6. része. Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgettem most is, hogy tartsanak velünk, valószínű még a következő adásban is ketten leszünk, de ki tudja, időnként jönnek vendégek, és ők is feldobják picit, azt hiszem, az adásainkat, úgyhogy még egyszer köszi szépen, további jó